fahasogató géppel dolgoztunk. Rossz helyen volt a kezem, rossz időben, és három ujjamat levágtam. Az egyetemi tévének nyilatkozik ez a zalaegerszegi férfi, aki balesete után a pécsi kézsebészeti klinikára került 10 nappal ezelőtt. Itt bravúros műtéttel visszavarták mind a három ujját és a leszakadt tenyér részét. Ma már otthon lábadozik. A 8 órás operációt dr. Kromek Lóránt végezte. Az országos mentőszolgálat Pécsre szállította a sérültet, egy kooperáció nyomán természetesen, és ezek után megtörtént ez a műtét, ezt úgy hívjuk, hogy replantáció, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre sikerre jártunk, él a végtag, élnek az ujjak, él a kéz, hogy ennek milyen lesz a funkcionális eredménye, az majd a jövő fogja meghozni, de bizakodóak vagyunk ezzel kapcsolatban, és úgy tűnt, hogy a beteg is nagyon elégedett. Ma már olyan mikrosebészeti beavatkozásra képesek a szakorvosok, ami reményt ad arra, hogy újra használhassa a kezét a páciens. Ilyenkor az innak, az idegek, az erek helyre vannak állítva, helyreállítjuk őket mikrovaratokkal, de hogy ezek mikorra fognak működni, az egy másik kérdés, ezek sokkal-sokkal később. Ennek megfelelően egy hosszú rehabilitációra lesz szükség, úgyhogy majd meglátjuk. Ritka az ilyen replantáció, amikor három ujjat is vissza kell varni, tudtuk meg a szakorvostól. A műtét sikeressége pedig függ a szövetroncsolódás mértékétől, az erek állapotától többek között. Dr. Kromek azt mondja, ha valakit hasonló sérülés ér, akkor a levágott ujjat steril kendőbe kell bugyolálni, zacskóba helyezni, majd jeges vízbe rakni. Nem szabad mélyhűtőbe tenni, mert a benne lévő víz megfagy, a jégkristályok nagyobb térfogatuk miatt szétroncsolják a sejtek falát, így károsítva a levágott szövetrészeket. A roncsolt szövetek miatt pedig nem menthető a levágott végtagrész.